Jó napot kívánok, vagy jó reggelt, vagy jó estét, ki mikor nézi. Ez a videó az angol nyelvet alapozó videók sorozat első tagja. Főként azoknak készült, akik most szeretnék elkezdeni tanulni az angolt, vagy kisgyermekük van, és szeretnék segíteni a tanulmányaikban, és egy kis ismeretet szeretnének szerezni, vagy egyszerűen csak kíváncsiak a nyelvre. Az alapoktól indulunk. Teljesen. Jó, és akkor bele is vágunk. Ahhoz, hogy egy épkézláb angol mondatot össze tudjunk rakni, szükség van legalább három szófa ismeretére. Az egyik a személyes névmások, a másik a létige, a harmadik még mondjuk a melléknevek. Lehet más is, de mondjuk ezekből már egy szép mondatot tudunk összerakni. Ismerkedjünk meg először a személyes névmásokkal, tehát az én, te, ő, mi, ti, ők. Így hangzik ez a magyarban. Írjuk fel angolul őket. Jegyzeteljünk, jó? Mindig jegyzeteljünk. Tehát, kezdjük. Az én, az úgy van, hogy I. Itt látható, I, írottan így is szokták írni, ilyen kampó vagy horog, inkább kampó, jó, tehát I, így ejtjük, mindig nagybetűvel írjuk. A mondat elején, a mondat végén, a mondat közepén mindig nagybetűvel írjuk az I-t. Azt jelenti, hogy én. A következő a you. Oda is írtam, jelentése. Te vagy ön. Tehát az angolban nincs külön tegező és magázó névmás. A you van. És ez jelenti azt is, hogy te, és azt is, hogy ön. You. Közben kimondom, tehát ejtse ki mindenki utána, megállítja a videót, kiejti, hogy hogy kell. Jó? You. Jó. A következő, az ő. He. Ez him nemű. Ugye magyarban csak egy ő van. Ő van, meg az van. Az ő a személyekre utal, az a tárgyakra utal, az élettelen dolgokra, a nem személyekre. Az angolban három van. Ez az ő, he, ez him nemű dolgokra utal, him nemű személyekre utal. Főleg személyekre, dolgokra nem, személyekre. Aztán ismételjük, she, ez is ő, és ez nő nemű. Tehát nőnemű személyekre utal. És van az it, ismételjük it. It, ez tárgyakra, semleges nemű személyekre utal. Mondjuk a gyerekre is néha utalunk, ha nem tudjuk a nemét. Úgyhogy it, állatokra utaltunk. Úgyhogy it, tárgyakra is, hogy it, az, vagy ő esetleg. Jó. Akkor a többes számúak. We, ismételjük we, azt jelenti, hogy mi. Jó. Utána látjuk, hogy a you, a ti, az ugyanaz, mint a te, nem különbözik. Tehát you, ti, vagy önök. Jó? Tehát you, ti, vagy önök. Jó? És akkor ott van még a legutolsó, a they, ők, vagy azok. Tehát többen számban már nincs külön, hogy him nem, nő nem, semleges nem, csak hogy ők, vagy azok. Jó, akár személyekkel, akár tárgyakkal is utalhatunk velük, vagy vele. Jó. Jó, ha ez megvan, akkor nézzük meg a következő fontos dolgot, a létigét. A létige, ugye magyarul az, hogy lenni, és a következő képpen ragozzuk. Én vagyok, te vagy, ő van, mi vagyunk, ti vagytok, ők vannak. Ez az igaz angolban is megvan, méghozzá be. To be. Jó? Tehát a to, mindig akkor fogom oda tenni a to-t, azt jelenti, hogy ni, olyan, mintha magyarban a ni rag. Tehát akkor teszem oda, amikor igéket írok fel. Tehát to be, vagy be. Jó? Tehát a to-t le is hagyhatjuk. Be. Azt jelenti, hogy lenni. Jó? Írjuk fel. Be, és ejtsük is ki. Lenni. Jó. A következőképpen ragozzuk. Én vagyok. Azt úgy mondom, hogy I am. Ismételje mindenki, I am.
Jó? Te vagy, úgy mondjuk, hogy you are. Ismételjük, you are. Brittesen a, amerikaisen are. Jó. Ő van, himnemben, ismételjük, he is. Nőnemben, she is. Semlegesnemben, it is. Jó. Mi vagyunk, ismételjük, we are. Jó. Ti vagytok, vagy önök vannak. You are. You are. És ők vannak, azok vannak. They are. Jó. A következő dolog, tehát, amit egy mondat szerkesztéséhez még jó tudni, ha ismerünk néhány melléknevet. Jó? Melléknév ellentét párokat fogok felírni. Jó, tehát írjuk fel címnek, hogy adjectives, magyarul is írjuk oda, hogy ezek melléknevek. És akkor nézzük meg, ellentétes jellel vannak felírva a melléknevek, ki fogom őket ejteni, meg lehet állítani a videót és utána mondani, és a jelentésüket is odaírni. Jó, azokat mondom mindig magyarul. Ismételjük. Good. Bad. Jó. Rossz. Tehát good, bad. Jó, rossz. Következő. Fast, vagy amerikaisan fast. Jó, tehát fast, slow. Gyors, lassú. Fast, gyors, slow, lassú. Következő. Ismételjük. Big, small. Big, nagy, small, kicsi. Következő, ismételjük. Nice, szép, beautiful, szintén szép, vagy gyönyörűnek is szokták mondani, és ennek az ellentetje az, hogy ugly, csúnya. Jó? Állítsuk meg a videót, ismételjük el őket. Jó? Tehát ugly, csúnya. Következő. Ismételjük, long, short. Long jelentése hosszú, short jelentése rövid. Következő, high, low. Ismételjük, high, low. Magas, alacsony, de személyekre ezt nem használjuk, jó? Használjuk valamilyen magas értékre, vagy egy magas épületre, de személyre nem használjuk. High, magas, low, alacsony. A következő lesz az, amelyet személyekre használunk. Ismételjük. Tall, short. Tall, magas, short, alacsony. Na, ezt használjuk személyekre. Jó, következő. Ismételjük. Young, old. Young, fiatal. Old, öreg, idős. Jó, a következő pedig. New, old. New, új. Old, régi. Tehát nem csak azt jelenti, hogy idős, öreg, hanem azt is, hogy a régi, tehát mind személyre, mind tájra utalhatunk az oldal. Jó, következők. Ismételjük, strong, weak. Strong, erős, weak, gyenge. Következő, happy, unhappy. Happy, boldog. Unhappy, boldogtalan. Jó. Következő. Cheerful, sad. Cheerful, vidám. Sad, szomorú. Cheerful, sad. Ismételjük. Következő. Interesting, boring.
Interesting. Érdekes. Boring. Unalmas. Interesting. Boring. Következő. Hard. Soft. Hard. Soft. Hard. Kemény. Átvitt értelemben lehet nehéz is. És soft. Puha. Jó. Következőt ismételjük. Kind. Rude. Kind. Kedves. Rude. Durva, bunkó. Kind. Rude. Következő. Brave. Coward. Brave. Coward. Bátor. Gyáva. Brave. Bátor. Coward. Gyáva. És következő. Fat. Slim. Fat. Kövér. Slim. Karcsú. Fat. Slim. Jó. Egyelőre elég ennyi melléknév, és akkor most már tudunk mondatokat szerkeszteni. Jó, tehát írjuk fel címnek, hogy mondatok, egyszerű mondatok állításban, tehát most állító mondatokat fogunk szerkeszteni. A következő videó majd arról fog szólni, hogy készítjük el a tagadó mondatokat és a kérdő mondatokat. Most állító mondatok, jó? Tehát írjuk fel, simple sentences, egyszerű mondatok, és állító mondatok következnek. Az első, I am good. Én vagyok jó. Jó vagyok. Magyarul nem mondjuk azt, hogy én, csak azt mondjuk, hogy jó vagyok. Jó? Tehát angolul így mondjuk mindig, hogy először kiteszik, hogy kicsoda, az alany, utána az ige, itt az am az ige, és utána a többi rész, itt az állítmánynak a folytatása, a good, a melléknév. Jó? Tehát I am good. Én vagyok jó. És a szórend mindegyiknél ugyanez lesz. Jó? I am good. Én jó vagyok. Jó? You are tall. Ismételjük. You are tall. Azt jelenti, hogy te magas vagy. Te vagy magas. You are tall. Jó, következő. He is young. He is young. Ő fiatal. Na most a magyarban úgy mondjuk, hogy ő fiatal. Nincs ott, hogy van. De az angolban itt is kitesszük azt, hogy van. Jó? Tehát ő van fiatal, szó szerint. He is young. Írjuk le, ismételjük el. Következő. She is kind. Ismételjük. She is kind. Ő kedves. Ő van kedves. Ő kedves. Nő. Következő. Ismételjük. It is hard. It is hard. Az kemény. Itt is ott van, ugye? Az van kemény. It is hard. Jó. Következő. Ismételjük. We are happy. Ismételjük. We are happy. Mi boldogok vagyunk. Mi vagyunk boldogok. Következő. Ismételjük. You are brave. You are brave. Ti bátrak vagytok. Ti vagytok bátrak. És következő. They are old. Ők öregek. Ők vannak öregek. Jó? They are old. Ugye itt is kiteszi a angol, hogy vannak. Are. Magyarban nem. Tesszük ki, azt mondjuk, hogy ők öregek. Nincs ott, hogy vannak. Az angolban viszont igen. They are old. Jó. És akkor még ami fontos, hogy beszélt nyelven össze szokták vonni a személyes névmást a létigével. Tehát az I am good, és nyugodtan írjuk fel ezeket is, és ejtsük is ki. I'm good. Ide írom mellé mindig. Jó? Tehát I'm good. Ez egy hiányjel, apostrof, hiányjel. I'm good. Jó vagyok. You are tall. Az úgy lesz, beszélt nyelven, hogy you're tall. You're tall.
He is young. Úgy lesz összevonva, hogy he is young. He is young. Jó. She is kind. Összevonva. She's kind. She's kind. It is hard. Összevonva. Ismételjük. It's hard. It's hard. We are happy. Összevonva. We are happy. We are happy. Jó, ismételjük. We are happy. Oké. Okay. És you are brave. Összevonva. You're brave. You're brave. Ti bátrak vagytok. You're brave. Jó, és a they are old. Összevonva. Ismételjük. They're old. They're old. They're old. Jó. Jó. Tehát ez volt az első leckéje az angol nyelvi alapozásunknak, az alapozó videó. A következő videóban majd a tagadó mondatokról és a kérdő mondatokról fogok beszélni, és azt fogjuk egy kicsit gyakorolni. Köszönöm a figyelmet!